Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Kápoznásnyékre érkezett többes számban az első világháború és a hátország mindennapjainak valóságai címmel a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállítása. Élményszerű tárlattal fogadják a látogatókat, ahol kipróbálhatják, milyen nehéz volt a háborúban egy katona élete. A 18 méter átmérőjű félgömb alakú sátorban a látogatók nem egy hagyományos kiállításra léphetnek be. Az élményszerű kiállítótérben átérezhetik, milyen lehetett a fronton vagy a hátországban élni 100 évvel ezelőtt. A Magyar Nemzeti Múzeum egy nagyon új dologgal kísérletezik, egy óriási gömbsátrat viszünk körbe, amit egyébként nagyon nehéz felállítani, és utána benne ezt az óriási műtárgyi anyagot is nagyon nehéz felállítani. Ugye ennek a koncepciója az, hogy egy forgalmas köztérből ezzel a fél körrel kitépünk egy félkört, egy teret, és azt tulajdonképpen múzeumosítjuk. Na most ez egy nagyon-nagyon modern dolog egyébként, azt kell mondanom, és egyébként ennek, mikor ide belép valaki, akkor lehet, hogy nem így tudatosan, de pontosan érzi azt az erejét, hogy egy ilyen identitás összetartó erő azon túl, hogy egy bizonyos, egy nagyon tragikus kérdésről, az első világháborúról lát dolgokat. Na most a másik nagyon fontos, hogy itt az emberek mindennapjairól van szó. Tehát itt nem alapjában véve a nagy politikai történések jelennek meg. Persze, ha valaki akarja, vannak erre utalások, hanem hogy a magánemberrel mi történik, ha a frontra kerül, vagy ha otthon maradt, ugye Magyarországot elkerülte, hál' Istennek az első világháborúban a front, de ugye a háborús gazdaság rettenetesen mindenkire hatással volt, a legkisebb gyerekre is. És hát ugye történelmi pedig az országunk is megsínlette, és hát egy nagyon új világ, egy modern, de nagyon szomorú új világ kezdődött. Mi a tapasztalat egyébként, mennyire érdeklődnek, hiszen ez most már nem az első állomás, ugye a gömbsátornak? Hát azt mondhatom, hogy a kápolnásnyéki helyszínnel nincs még 50 nyitvatartási napunk, ugye a vidéki helyszíneken legtöbb idő egy hét volt, amit nyitva tartottunk, és ez alatt az 50 nap alatt tulajdonképpen kétszerese egy országos nagy múzeumnak a látogatottsága itt ennek a kiállításnak. Tehát itt több mint 200 ezer ember látta ezt, ez óriási látogatószám Magyarországon. Érdekességek is vannak, egy-két dolgot említene? Hát igen, hihetetlen érdekességek vannak mind másképpen. Egyrészt ugye vannak olyan csúcsműtárgyak, ami mondjuk Horthy Miklós levele a helyettesének az elhalálozásakor értesíti a családot és leírja a körülményeket, vagy egy Mednyánszky László portré, aki ugye a 20. század, 19. század végének egyik legnagyobb festője, tehát ezeket is hosszan sorolhatnám, de lehet, hogy legalább ilyen érdekesek azok a mindennapi tárgyak, amik mellette voltak a katonáknak, vagy a hátországiaknak, vagy éppen ők készítették, és azt az pici, intim szférát, ami megmaradt nekik, az körülbelül ez jelentette, ez a pár tárgy. A század elejének jellegzetes stilizált tereiben életnagyságú interaktív installációk között lehet megismerni a korszakot. Itt látható ebben a ládában, hogy a fronton a katonaorvos körülbelül mivel kellett, hogy bármilyen sérülést az első segélyhelyen mivel kellett ellátni. A több mint 700 eredeti tárgy között számos különleges darab látható, cenzúrázott újságok, Horthy levelek, korabeli orvosi láda, fotók vagy Mednyánszky László ismeretlen katonát ábrázoló portréja. Az országjáró kiállítást eddig mintegy 200 ezeren láthatták. Kápolnásnyék a Verencei tónak a kapuja, kitört a nyári szünet, és az elkövetkező egy hét alkalmas lesz arra, hogy a Verencei tó környéki gyerekek meglátogassák ezt a vándorkiállítást, hiszen egy olyan kiállításról van szó, amely az első világháború lezárásának 100. évfordulóján és a közelgő trianon évfordulón mélyen aktuális. Az első világháborúnak állít emléket annak a óriási nagy katasztrófának, amelynek során 600 000 magyar katona vesztette el az életét a hazáért harcolva, és amelynek a
súlyos következménye volt Magyarország földarabolása a trianoni békediktátum. Tehát azt gondolom, hogy az ilyen fontos kiállításokat nem csak a fővárosban, nem csak a nagy megyeszékhelyeken kell bemutatni, hanem a kisebb vidéki településeken is. Bízom benne, nagyon sokan fogják megnézni. Az iskolások számára múzeumpedagógiai foglalkozásokat is szerveznek a többes számban címet viselő kiállítás kapcsán. A kiállítás egyik különlegessége a sok közül, hogy a nagy közönség számára ez az utolsó állomása ebben az évben, úgyhogy mindenképpen érdemes ellátogatni a Velencei tópartjára. Rövid az idő, június 14-ig lesz látható a kiállítás, 10 órakor nyitunk, és este 21 óráig van nyitva, este filmvetítéssel is készülünk a sátor falára, úgyhogy egész napos program része lehet a kiállítás látogatása, és hála Istennek az iskolás csoportok is sűrűn jelentkeznek, úgyhogy nagyon sok fiatal jár majd erre a jövő hét folyamán, aminek különösen örülök. A tárlatot Tallai Gábor, a Terrorháza Múzeum programigazgatója nyitotta meg. 100 évnek kellett eltelnie, hogy végre egyre több történeti műszóval, historiográfiai munkák alapján ki lehessen jelenteni, hogy ez nem egy a világot újra felosztó imperialista küzdelem volt, hanem ez egy az európai hegemónia megszerzéséért végig szenvedett hatalmas nagy küzdelem volt valójában. Egyetlen egy kérdése volt, ki lesz Európa ura? Erre akart az első világháború választ adni. És a válasz felemásra sikeredett, mert 4 évnyi öldöklés után, 10 millió ember halálával, és még sokkal többen haltak meg egyébként részben hadifogságban, részben a spanyol nátha révén, amely hát nem is volt spanyol, csak azért kapta ezt a nevet, mert egyedül Spanyolországban nem volt cenzúra, ezért ott tájékoztattak először róla a lapok, innen lett aztán a név, hogy spanyol nátha, semmi köze nem volt Spanyolországhoz. Lényeg a lényeg, 4 év után Európa elvesztette azt a pozícióját, szerepét, amelyet annak előtte 500 éven keresztül birtokolt. Európa volt a világ ura. Európa mérte föl a világot, parcellázta föl. Ezért is lett világméretű egyébként ez az összecsapás, de ez egy alegység történet. Valójában a küzdelem Európán belül zajlott, hogy ki fogja megszerezni az irányítást Európa fölött. Európa elvesztette ezt az irányítást, soha nem is szerezte azóta vissza. És az a világ, amelyben mi élünk, önök, én, az valójában 1914-ben született, akkor jött létre abban a formában. És ezért sem értették a kortársak, hogy mi történt velük. Nem csak azért, mert Stefan Zweignak igaza van, hogy mindig a kortársak tudják a legkevesebbet arról a korról, amelyben élnek, hanem valóban ők a 19. század emberei voltak, és olyan fogalmakkal gondolkodtak, amelyek hát ma már azt mondjuk avittak, vagy nehezen lehet velük leírni a valóságot. Még a lovagiasság is például ott szerepet játszott, de a 20. század már nem erről szólt. Tehát a hazugság ereje végig követte ezt a 20. századot, hiszen az első világháborút követően azonnal egymásnak feszült két nagy ideológia. Az egyik nevezhetjük a bolsevik világígéret, a földi mennyország, a másik pedig az amerikai álom, és ez követte végig a rövid 20. századot, és a totális diktatúrák, amelyek végsöpörtek aztán az európai kontinensen, hát ezeknek elég nagy volt a gravitációja, sokan emlékszünk még arra, hogy mekkora, ezek torzították a valóságot rendesen, és kellett némi idő a rendszerváltoztatás után, hogy mi is egy picit magunkhoz térjünk, és lássuk, hogy hát kérem szépen nem úgy volt az, ahogy ezt annak idején elmondták, hogy csak egyetlen egy példát mondjak. A békekötések az első világháborút követően példátlanok az európai történelemben, soha nem kötöttek ilyen békét. Ezek a békék ugyanis nem voltak úgynevezett érdekbeszámításos békék. Az európai békekötés hagyománya ugyanis érdekbeszámításos volt. Az első világháborút követően először kötöttek olyan békeszerződéseket, ahol a legyőzött fél semmilyen érdekét nem számították bele. Ez új volt, és hát előrevetítette a 20. század meg annyi további szenvedését. Azok a fogalompárak, amelyeket használtunk nagyon sokáig, győztes, vesztes, agresszor, áldozat, diktatórikus, demokratikus, ezek sem értelmezhetők. Nem ilyen formában. Újra kell egy csomó mindent gondolnunk.
És itt az idő, és azt gondolom, egy ilyen kiállítás nagyon nagy lehetőség arra, hogy elkezdjünk gondolkodni ezen, hogy valójában mi is történt, és elkezdjünk utána nézni, utána olvasni, és nem fogom most felsorolni azt a hosszú listát, hogy hány sok fontos könyv jelent meg, de meg fogják találni, és teljesen új színben, új értelmezésben tudunk ma már beszélni az első világháborúról. Ez jót tesz nekünk, mert visszavezet bennünket a normalitás világába. Az országjáró kiállítás nem titkolt célja, hogy az iskolás korosztály is megismerje, milyen volt az első világháború kora, ami egyetlen magyar családot sem kímélt. Minden családnak az asszonyai és idősei pedig otthon várták a híreket. Várták a híreket, hogy mi történik a szeretteikkel, és egyébként mi lesz magának a háborúnak a sorsa. Azt mindenki érezte, hogy a háborúnak a sorsa el fogja dönteni egyébként a nemzetnek a sorsát és a következő évszázadra. Ez a kiállítás tulajdonképpen ezt akarja megragadni. Ez nem más, mint a történelmünknek a birtokba vétele. Az emlékezet helyeinek a fölidézése, az emlékezet helyének tulajdonképpen magunkévá tétele. Nagyon fontos dolog ez, mert így éljük meg, hogy kik vagyunk. Így éljük meg azt, hogy mit jelent számunkra a múltunk, és hogy mit tudunk a múltunkról. Ez a kiállítás ezért egy nagyon szokatlan dolog. Egyrészt szokatlan azért, mert Főkorántól azt nagyon okosan és nagyon helyesen azt választotta ki, hogy ne csak a háborúról szóljon, ne csak a frontokról szóljon, ne csak a katonákról szóljon, hanem szóljon a civilekről, szóljon az egész országról, szóljon millió aspektusból, azokról az évekről, amelyek ezt a háborút jelentették. Másról nyilván szokatlan dolog, hogy nem egy múzeum falai között állunk. A Nemzeti Múzeum részéről ez egy újszerű kezdeményezés volt. Ennek ugye az volt a lényeg ennek a kezdeményezésnek, hogy ne egyik városi múzeumból a másik városi múzeumba vigyünk el egy vándorkiállítást. Jelzem, ilyen kiállításunk is rengeteg van. Hanem, hogy hozzuk ki a múzeum falai közül egy nagyon szokatlan térbe, egy sátorba, egy gömbsátor, amit télen fűteni kell, nyáron meg hűteni. Ez most nem megy annyira jól, de azért ahhoz képest, hogy odakint egy kicsit jobban állunk. Nyilván ez egy komoly kihívásokat jelent a rendezés során, de pont az egésznek a lényegét ez adja. Az adja a lényegét, hogy közel viszi az emberekhez, belehelyező saját életterükbe ennek az egész kiállításnak a mondani valóját, ami több-több rétegből, rengeteg rétegből tevődik össze, és akkor a rengeteg rétegnek a lassú és a kényelmes, az óvatos felfedése után fognak a látogatók egy olyan élményt kapni, ami azt hiszem megismételhetetlen. A Gömbsátor kiállítás június 14-éig ingyenesen látogatható 10 és 21 óra között a Halász Kastély udvarán, Kápolnásnyéken. Megtartotta évadzáró társulati ülését a Vörösmarty Színház. A találkozón átadták az évad színésze, a Vörösmarty gyűrű díjakat, illetve az évad színházi dolgozója elismeréseket is. Évadzáró társulati ülést tartott a Vörösmarty Színház. Szikora János direktor értékelte a színház 2017-18-as eredményeit, amelyek meghaladják a legoptimistább várakozásokat is, hiszen minden eddiginél több színházrajongó választotta a teátrum előadásait. Szikora János elmondta, az elmúlt évad eseménytükre jól mutatja, hogy tudatos munka jellemzi a színház mindennapjait, bemutatót követett, 10 premierrel büszkélkedhetnek 3 játszóhelyen. A direktor beszámolt az évad előadásairól, tájékoztatta a társulat tagjait a távozókról és az érkezőkről, az új évad feladatairól, illetve a tánctagozat megszüntetéséről. Azért vagyok nagyon boldog, mert ha összehasonlítom a mértékadó számainkat az egy évvel korábbiakkal, minden tekintetben előadásszám, fizető nézőszám, látogatottság százalék aránya, minden számban növekedtünk, tehát hogy a kedves nézőnek valami fogalma legyen, 383 előadást tartottunk, ebből majdnem 100 000 a fizető nézőszáma, egészen pontosan 97 000, és 97%-os a látogatottságunk. De nem a számok miatt vagyok igazán boldog és büszke, hanem amiatt, ami miatt ezeket a számokat elértük. Ezeket a számokat ugyanis nem kabaréval, nem egyszerű limonádé darabokkal, hanem értékes előadásokkal, világirodalmi és magyar irodalmi értékekkel értük el. Tehát az a teória, hogy népszerűség
csak a Híg és Kommersz útján érhető el, ez egyszerűen nem igaz. Vagy itt legalábbis a Vörösmarty Színház elevenen cáfolja ezt a tézist. A népszerűségnek igenis lehet egy nemesebb útja, amely az értékeken keresztül fogja meg az embereket. A mennyiség és a minőség tehát kézenfogva járt, ez nagyon jól van így. Én azt gondolom, hogy valamennyi előadás bizonyította, hogy remek úton jár a színház. Milyen tervei vannak, milyen terveket szőnek, hiszen ezt a minőséget egyrészt meg kell tartani, másrészt pedig, ha látjuk itt a mögöttünk, nagyszerű színházi évad alán élünk megint. Bízom benne, hogy ez így lesz. Egy különleges és nagyon kényes egyensúly mindig is jellemezte ezt a színházat, és ez a jövőben is így lesz. Most is megpróbálunk egyensúlyt tartani, például Eszterházy Péter utolsó darabja a Mercedes-Benz és a Chicago musicalje között. Vagy említhetném a Black Comedy, mint egy Péter Scheffernek egy nagyszerű bohózata, és Madács ember tragédiája. Tehát láthatók a végletek. Ezeknek az egyensúlyának a megtalálása és megőrzése, ez kétségtelenül nem egy könnyű feladat, és valószínűleg könnyebb beszélni róla, mint ezt megcsinálni. Viszont a hátam mögött a plakátok, amelyek tükrözik a következő évad bérletkínálatát, azok azért több hónapos egyeztetés, ellenőrzés, vita eredményei, de éppen azért, mivel ilyen nehezen születtek, ezek nem úgy könnyen egyszer csak a légből kapottak, ezek komoly-komoly viták eredményei, és éppen ez a záloga annak, hogy valószínűleg meg fogja érinteni az embereket. Rendkívül fontos döntést kellett meghozniuk a tánctagozat megszüntetésével. Hát erre szokták azt mondani, hogy az egyik szemem sír, a másik megnevet. Sír, mert egy nagyszerű csapat, kiváló emberekből, tehetséges emberekből, lelkes emberekből álló csapat megszüntetése mellett kellett döntenem, de talán használhatom a többes számjelzőt, hiszen ez nem egy egyszemélyi döntés áll e mögött, hanem a művészeti vezetés egyöntetű határozata. Ugyanakkor azonban boldog vagyok, mert a tánctársulat megszüntetésével egy időben egy új, különleges műfaj, a fizikai színházi tagozat alakul majd meg a színház társulatán belül. Fontos hangsúlyoznom azt, hogy a tánctársulat megszüntetése mellett igazából az döntött, hogy műfajilag nagyon megváltozott a színház struktúrája. Évente egy zenés darabot mutatunk be. Egy zenés darabban kínált táncos lehetőségek nem indokolják egy társulat 12 hónapon keresztül való szerződtetését. Ez igazából a valós indok. Viszont a fizikai színházi tagozat, amelynek már nagyszerű előadásai születtek ebben a színházban, ez egy olyan új kísérleti terep, amelyben mindenképpen szeretnénk belevágni. Végzettül essék szó a díjazottakról, Tóth Ildikó egy remek évadot zárt mindenféle értelemben a Filmvásznon és itt Székesfehérváron nem különben. Andrássy Máté, ugye tudjuk, hogy amikor megérkezett Krisztik Csabával, Nagy Petivel, Kádassal, ugye egy csapatba tartoznak, illetve hát Varga Lili 2016-tól bizonyítottak, mint ahogy bizonyítottak a színházi dolgozók is, tehát a háttérben szereplő és dolgozó emberek. Így van. Hát Tóth Ildikónak tulajdonképpen a díjak azok nem meglepetések, hiszen az ország egyik legjelentősebb színésznőjéről van szó. Én személy szerint mérhetetlenül büszke vagyok arra, hogy a társulatom tagja, és ugyanilyen büszke lehet tulajdonképpen a székesfehérvári közönség is. A fiatalok, Andrássy Máté és Varga Lili, tehetségüknek, fiatalságuk lendületének köszönhetően elég hamar belopták magukat a nézők szívébe. Azt tapasztalom, hogy nagyon szeretik őket a nézők, és mi rendezők is szeretünk velük dolgozni. A színházi műszakról pedig talán csak sommásan annyit, hogy mindezek a számok, eredmények, amelyekről itt szó esett, ezek nem lettek volna elérhetők, ha nincs a színfalak mögött egy ilyen lelkes, erőteljes műszaki gárda.
Az évadzáron átadták a társulat a színház idei művészeti díjait, illetve azt az elismerést, amelyet a legjobb színházi dolgozót illeti meg a színészek szavazatai alapján. Az elismerést ebben az esztendőben Dénes Ferenc díszítő érdemelte ki. Meglepődtem és megörültem neki, és már régóta dolgozom itt, és ez egy jó visszaigazolás, de nem csak az én számomra, hanem az egész műszak számára, hiszen mi hiába vagyunk külön-külön egyéniségek, személyesek, mindannyian egy csapatban dolgozunk egy célért, hogy az előadások és a színházi nézők érdekeit kiszolgáljuk. A társulat tagjainak döntése alapján Andrássy Máté vehette át az egyik Vörösmarty gyűrűt. Nagyon jókor jött. A pozitív megerősítés, azt erősíteném én is. Még aludnom kell rá egyet, hogy pontosan hogy is ülepszik ez le bennem. Azt valami olyasmit jelenti ilyenkor ez, hogy csak így tovább. Ha korábban jött volna, ha olyan 20-as éveim derekán jött volna egy ilyesmi, akkor lehet, hogy sokkal könnyedebben vettem volna, most azt hiszem, hogy komolyabban veszem. Varga Lili 2016 óta a Vörösmarty Színház tagja, a fiatal tehetség már a teátrum egyik vezető művésze, kiérlet drámai alakításai kivételes színházi élményt nyújtanak. Én úgy gondolom, hogy ez egyfajta visszajelzés, egy visszajelzés, hogy jó úton járok, tehát ez nem azt jelenti, hogy én már nem tudom, mit tudok, meg mindent, hanem hogy jó úton járok, és a kollégáimtól egy visszajelzés, ami nagyon jól esik. Tehát akkor azt érzem, hogy nem csak a nézőknek, hanem nekik is számít az, amit csinálok, és a befektetett munka az megtérül. Így is. Úgyhogy én nagyon köszönöm nekik ezt a bizalmat, mert ez egy bizalom. Az évad színésze díjat Tóth Ildikó, a Nemes Hagyományok őrzője, hazánk egyik legkiválóbb színművésze vehette át. Tóth Ildikó a Példakép, Filmásznon és színpadon is emlékezetes szerepekben mutatta meg kivételes kvalitásait, olyan nagyívű szerepekben láthatták, amelyek örömélményt jelentenek a fehérvári színház szerető közönségnek. Nagyon jó érzés, meglepő is, mert én valahogy úgy elment az én fejemből, hogy ez a díj létezik, hogy van, vagy nem is tudom, olyan váratlan volt nekem. És hát az elégedettség, az nekem mindig egy ilyen kicsi sziget ebben a nagy folyamban, hogy néha az ember kiköt, de nem tud az elégedettség szigetén sokáig ott lenni, mert akkor az ember ott ragad valamiben, és szerintem a mi pályánkat egy kicsit jellemzi az, hogy az ember az elégedetlensége, a kíváncsisága, ilyesmi hajtja tovább, és akkor persze nagyon-nagyon jó, nagyon főleg a szeretet, a bizalom, az elismerés, hogy ez ilyen formán nyilvánvalóvá válik, és ki van mondva, mert erre szerintem mindannyiunknak, bárki bármilyen pályán mozog az életben, erre nagy szüksége van, hogy néha megveregessék a vállát, hogy amit csinál, hogy az jó. Ugyanakkor meg az ember párhuzamosan ezzel együtt egy kicsit meg is ijed, mert egy ilyen dolog az mindig felelősség puttonya az egyre nagyobb lesz, minél többet lépked előre az ember a pályáján, az éveket tekintve, és pont a tapasztalataiból és a tudásából épül föl egy kicsi félelem is, hogy azért ennek úgy az ember igyekszik folyamatosan megfelelni, vagy hogy ne éresse az a vád, hogy méltatlanul kapott meg valamit, vagy ért el valamit. Úgyhogy egy ilyen kettős, de hát főleg persze a boldog, a jó érzés, nagyon jó érzés. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!